Köszöntök mindenkit szeretettel. A következő programpontunk az a szakértői panel lesz, melynek én leszek a moderátora. Szeretném megkérni a felszólalóinkat, hogy foglaljatok helyet itt az asztalnál. Katus Eszter, az Átlátszó újságírója, Forris Mátyás, a Klubrádió műsorvezetője, és Miketz Dániel, aki pedig a Republikon Intézet kutatója. Én pedig Péderi Tamás vagyok, a Momentum Mozgalom Baranya megyei elnöke, illetve most már Baranya megyei képviselője is. Ahogy ezt Katka említette, ez a téma, ez az önkormányzati kampányban jött elő. Sok szempontból ez egy szerencsés véletlennek köszönhető, hiszen egy most már gyakorlatilag több mint egy évtizede holtponton lévő ügyről van szó, viszont jelentős részben pont Katus Eszternek a munkásságából kifolyólag, illetve alapvetően a Greenpeace-nek a peréből kifolyólag, akik ugye az év elején tudták kiperelni az adatokat az államtól, és kihozni a méréseket, a mérési számokat. A sajtó gyakorlatilag az önkormányzati kampány elején tudott foglalkozni vele, akkor került képbe ismételten mind Garé, mind pedig Hidasnak az ügye. Az illatos út már szóba került, nem is csak azért, mert két hasonló ügyről van szó, hanem egész egyszerűen mind a kettő a fővárosi vegyi műveknek a telephelye gyakorlatilag, ugye a Hidasi, illetve a Baranyai Hidasi, illetve az illatos úti. Az illatos út esetén azt láttuk, hogy egy szerencsés együttműködésnek, tényleg a civil szféra, a döntéshozók, a politikusok és a sajtó együttműködésének köszönhetően elindult egy pozitív folyamat. Ugye ez egy fővárosi kerületben viszonylag sok embert érint kis területen, tehát egy látható, hogy egy érdekérvényesítés viszonylag könnyen működött. Garé esetében, vagy Hidas esetében, amely az eredeti telephely, ahonnan kerültek Hidasra ezek a szennyező anyagok, ott viszont, mint ahogy Baranyában sok helyen, egy aprófalvas térségről van szó, kis települések vannak, az érdekérvényesítés szintje jóval alacsonyabb. És hát ez a panel az azért jött létre, hogy ezt a témát körbe járjuk. Ugye ennek van egy olyan érdekessége megyénknek igazából, hogy a környezetvédelmi témák az utóbbi években eléggé fókuszban vannak másokból kifolyólag. Egyrészt a bodai atomtemetőnek a tervei miatt, másrészt pedig a mecseki uránbányák újranyitásának témája az, amely folyamatosan napirenden van, gyakorlatilag a Paks 2 szerződés óta. Ezek nagyon fontos ügyek, nagyon fontos minden környezetvédelmi helyzetben az, hogy preventíven, ha lehet, megelőzően tudjunk eljárni. Ugye ez a két ügy, ez pont ilyen. Ezzel szemben Kari ugye egy holtponton lévő, gyakorlatilag 4 évtizede problémát okozó ügy, amely viszont a mai napig nem oldódott meg, és hát ez a panel arra jött létre, hogy erről kezdjünk beszélni, hogy mi is ez az ügy, és hogyan lehet érvényesülni ebben, és felvetném azt, hogy majd a panel végén akár a közönség részéről kérdésekkel, hozzászólásokkal is lehet bővíteni, hiszen ennek a mai programnak a fő célja az, hogy a társadalmi párbeszédet kinyissuk az ügyről. És én át is adnám a szót Katus Eszternek, aki foglalkozott ezzel az üggyel már bővebben. Katus Eszter vagyok, az Átlátszó újságírója, amúgy baranyai lakos, pontosabban Komlón élek. Nyáron került a figyelmünk középpontjába megint ez az eset. Elmentünk Hidasra meg Garére is feltérképezni, hogy jelenleg mi zajlik ott, pontosabban mi nem. Ez elég hamar kiderült, hogy nagyjából semmi. Viszont olyan szituációkba botlottunk, amit így nehéz volt így hirtelen megemészteni, főleg, hogy itt lakunk pár kilométerre ettől a helytől. Ugye az alapszituáció az, hogy a 70-es években itt elkezdtek rovarító szereket, meg növényvédő szereket gyártani, ugye a budapesti vegyi művek részéről. És a gyártás során megmarad ilyen klórbenzol származék, ez egy ilyen maró anyag, azt hiszem nagyjából 60%-nyi klórtartalmú anyag került bele a földbe, illetve a talajvízbe, és ezeket az anyagokat, ami így visszamaradt, ezt ilyen hordóba tárolták. Ez konkrétan úgy nézett ki, hogy lerakták a gyár mellé, és akkor így ott volt. És hát nyilván ezek a hordók megsérültek egy idő után, megrepedtek, elkezdett beleszivárogni a talajba a méreg, és amikor erre rájöttek, hogy hát ez így nem lesz jó, akkor meg hát nyilván a helyiek is kezdtek már ez ellen így fellépni, akkor gyorsan kerestek egy másik helyet, ahol ezeket a hordókat el lehet vinni, és ez lett Garétól nem messze, egy ilyen háromszög, három településnek a középpontjába,
így a mezőre, konkrétan a föld közepére lerakták, a hordókat innen ugye átvitték, Hidasról kiásták, átvitték, ott lerakták, illetve ide hordták, utána onnantól kezdve ez több tízezer hordót jelentett. És hát ott nem is tudták konkrétan, hogy mi történik, ugyanis az a lerakó az eredetileg nem erre épült, hanem a bőrgyári hulladékot vittek volna oda, de aztán ezt vitték oda, nem is tudott róla a lakosság egészen sokáig, aztán 10 év múlva körülbelül kiderült, hogy mi van a közvetlen környezetükben, de addig már olyan jelei voltak a természetkárosításnak, amit nehéz lett volna letagadni. Tehát légi felvételeken látszott, hogy az erdő pusztul, találtak elhullott állatokat, amiknek a bendőjéből, fagyjából kimutatható volt a klórbenzol származék. Az emberek nem tudtak szellőztetni, állandó vegyszerszakban éltek, tehát gyanús volt, hogy ott nincsenek rendben a dolgok. És hát akkoriban kellett volna elkezdeni nagyon gyorsan valamit tenni, de egyrészt nyilván késő volt már, másrészt csődbe ment közbe a budapesti vegyi művek, úgyhogy állami támogatással valamennyire meg tudták oldani a helyzetet, innen is elvitték a hordókat, kiesták, a földet depóniába rakták, meg raktak rá egy nájlont, és akkor ezzel meg volt minden oldva. Természetesen ezt már azóta rég leszett a szél, a föld az ott maradt, a talajvízben ugyanúgy ott van ezeknek az anyagoknak a koncentrációja, Hidason egy fokkal jobb a helyzet, ott állítólag már csak a talajvízben van, a földben nincsen. Viszont a Greenpeace, ugye kiperelték adatokat, ugye ezek 2015-ös adatok, csak most sikerült bírósági határozat útján hozzájutni. Ezek azt mondták ki, hogy ezek a trikol, meg tetlaklorbenzol származékok, amik benne vannak a talajban, amik ugye rákkeltőek, irutálő hatásúak, májkárosító hatásúak. Ezeknek a Hidason olyan 1200-1600 szorosa van a talajvízben, Garin pedig van olyan anyag, aminek a 28 ezer szerese van benne a talajban, a többi az csak 4500 meg 12000. És hát emellett a méreg mellett ott érdekelnek az emberek. Volt szerencsénk találkozni a Garin polgármesterrel, aki elvileg itt van a soraink közt, és nagyon örülünk, hogy eljött. Ő vele beszélgettünk erre, aki elmondta, hogy amikor lelövik a vadakat a térségbe, és berakják a hűtőbe, akkor az egész hűtőnek még mindennek vegyszerszaga van, meg a húsnak is, úgyhogy nem nagyon szokták szeretni az emberek, meg nem akarják megvenni, illetve több olyan megmagyarázhatatlan haláleset történik, ami így nem lenne indokolt. 20 éves kismamák rákban, májbetegségben meghalnak, és hát nem tudják az okát. És miután beszélgettünk vele, akkor elég sok helyre elmentünk, megkérdeztük, hogy akkor pontosan miket lehet itt erről a területről tudni. Nagy nehezen kaptunk a rágregisztrált adatokat, amiket eddig nem tudtunk, vagy legalábbis nem voltak nyilvánosak. Mi konkrétan rákérdeztünk, hogy Garin és Hidason a rákos megbetegedések száma az hogyan áll. Akkor visszaírták, hogy ilyen kis mintavételre nem adhatnak választ, mert az félrevezető lehet, meg alkalmas arra, hogy esetleg pánikot keltsünk. Ezért mondták, hogy egy nagyobb területi egységet kérjünk, akkor arról tudnak adni adatot. Tehát ez a legkisebb is, ami elegendő volt, ez is egy jó nagy, ez a kis térségnek az adata. És akkor a pécsváradi térségben, illetve a siklósi térségben adtak adatokat, ahol ez a két terület tartozik. És még az országos átlag az 3,9%, addig itt 4,3, illetve 4,5% volt a rákos megbetegedésnek a száma gyakorisága, úgyhogy jól az átlag, az országos átlag fölött vannak ezek a számok, tehát sokkal több itt a rákos megbetegedés. Ugye itt azért felhívták a figyelmet arra, hogy mivel több minden okozhat rákot, ez egy ilyen összetett folyamat, ezért nem jelenthetjük ki nyilván egyértelműen, hogy összefüggés van a rákos megbetegedések magas száma, illetve a vegyszereknek a talajvízben, vagy a talajban megléte között, viszont hát nem is zárható ki, mert ugye erre pedig nincsenek vizsgálatok. Ez az egyik, ami nagy probléma, hogy ez nincsen feltárva, tehát erre, ha megoldásokat keresünk, vagy próbálnánk valamilyen irányba indulni, akkor szerintem ez lehet az első, vagy az egyik, hogy ezeket sokkal jobban megvizsgálni, hogy pontosan hány, milyen típusú rákos megbetegedés van, ezeket megnézni életkorra, ki hol lakik, nincs-e furt kutya, Hidason, Garin, mind a kettő az nagy problémát jelentett, ha valaki még mindig a régi furt kutakból nyeri a vizet, illetve azzal itat, vagy ők maguk használják azt otthon. Ez az egyik. A másik, amit találtunk, és megdöbbentő volt számunkra, hogy Hidason olyan területen, amire tartós környezetkárosodás van bejegyezve már évek óta, és ugye ott nem történt semmilyen mentesítés, ott jelenleg
nyáron napra forgót és búzát termesztettek, és ezt mindenféle vizsgálat nélkül viszik a piacra, és lesz belőle liszt. Legalábbis arra, hogy ez bárki ezeknek a búzaszemeknek az összetételét nehéz fémrel megnézte volna, vagy ellenőrizte volna, ilyen adatot nem találtunk, és nem is állt a rendelkezésünkre. Úgyhogy ezek nincsenek valószínűleg erre vizsgálva meg tesztelve, úgyhogy lehet, hogy mi is olyan kenyeret teszünk, amiben hidason termett búzából van a liszt. Úgyhogy ez nincsen kizárva. Úgyhogy ez lenne a másik, amit talán kicsit komolyabban kellene venni, hogy az ott megtermelt növényeknek a vizsgálatát ki kéne terjeszteni a nehézfémekre, tehát nem csak sikértartalom, amit szoktak nézni, hanem ennél komolyabb vizsgálat is kellene. Ezek nyilván szép kis összeget emésztenének fel, de ez lenne az egyik alapvető feladat, amit ott el kéne végezni. A másik garénál ugyanez a helyzet, ugyanúgy a földterület mellett, bár azon konkrétan a földterületen nincsen termesztés, de ugye az állatok, amik ott élnek, akkor nem messze mellett ott az erdő, gomba és társai, amiket gyűjthetnek, illetve hát az út másik oldalán ugyanúgy termesztik a kukoricát, most például idén nyáron kukorica volt, és az ugyanúgy ugye bekerül akár takarmányba, akár az élelmiszeriparba, és ezek szintén nincsenek vizsgálva ilyen anyagokra. Úgyhogy ezeket kellene megszigorítani, illetve a kormányhivatallal kellene valahogy tudni fölvenni a kapcsolatot, ugyanis a legnagyobb problémát azt jelenti, hogy minden az ő kezükben összpontosul, és azon túl, hogy azt találtuk, hogy kiosztottak egy 600.000 forintos büntetést az elmúlt években a budapesti vegyeművekre, más adatot nem voltak hajlandóak kiadni, ugye a Greenpeace-nek is perelnie kellett ezekért a 2015-ös adatokért, úgyhogy nincsenek friss adataink se, vagy ha vannak, ugye nem tudunk róla, mert azt akkor onnan megint ki kéne perelni. Semmire nem válaszoltak, hogy hogy áll a felszámolás, ugye arról nem is beszél, hogy a felszámoló biztos az pont egy állami felszámoló cég, akiknek pontosan tudniuk kéne, hogy hogy áll ez a felszámolás, erre sem kaptunk ugye választ, hogy akkor ez most pontosan hol tart, mit kell még megtenni, milyen lépéseket kell, illetve hát az Agrárminisztérium szerint jelenleg ez nincs napirenden náluk, hogy ezt a területet mentesítsék, ugyanis hát x év, hogy adtak egy 1,2 milliárdot, amikor ugye elszállították a hordókat Garéból, és akkor ezzel így nem tudom, hogy meg lett old, vagy nem tudom, mert hát ugye azt mondják, hogy ez a lényeg, hogy ezt a budapesti vegyi műveknek kéne. Csak hát a budapesti vegyi műveket jelenleg egy állami felszámoló biztos intézi a felszámolását, tulajdonképpen az államhoz érkeztünk vissza, helyben pedig a kormányhivatalhoz, mint az állami szervek képviselőjéhez, úgyhogy ez a másik pont, ahol kéne még ütni szerintem az asztalt, vagy lehetne politikai szinten, az egyik az a kormányhivatal, hogy adjanak ki friss adatokat, vagy egyáltalán most milyen helyzet, hogy képbe legyünk, illetve hát állami szinten az Agrárminisztérium, ugye erre igen, és hogy kellene elkülöníteni összeget. Igen, én is így látom egyébként, hogy ez az ügy, ez némileg gazdátlan, bár a gazdája viszonylag egyértelműen megvan, hiszen akárhonnan nézzük, ez egy állami cég, amely felszámolás alatt van, és mindenhogy visszakanyarodunk az államhoz. Én megkérdezném Mátyást, aki most nemrég volt lenni, és beszéltél a helyi önkormányzati döntéshozatallal, hogy ők hogyan látják, illetve te hogyan láttad ennek kapcsán ezt a helyzetet? Köszönöm. Én is jó napot kívánok, Fóris Mátyás vagyok. A Klubrádióban, hát most már lassan fél éve indult egy klíma vagy környezetvédelmi műsor, közepesen vicces légkondi, gyúrjunk klímavédelemre címet vagy nevet viseli, és hát abban az értelemben köszönöm a meghívást, hogy azon kívül, hogy általános, hogy átfogó klímaváltozással összefüggő ügyekkel próbálunk meg foglalkozni a műsorban, azért azt gondolom, vagy azt gondoljuk, hogy közben vannak olyan ügyek, amik itt vannak az orrunk előtt, tehát nem kell hozzá sem Greta Thunbergnek lenni, és nem kell hozzá nagy átfogó, akár politikai, gazdasági, földrajzi vagy fizikai összefüggéseket látni, vagy átlátni ahhoz, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy, és ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy egy 40 éve húzódó történetről van szó, ami szerintem mint kiindulási pont, vagy mint startpozíció önmagában egészen hihetetlené teszi a történetet, főleg úgy, hogyha hozzátesszük, hogy tényleg a jelenlegi adatok, vagy a jelenlegi információink szerint talán ez a legsúlyosabb, vagy a legkeményebb környezetszennyezési ügy ma Magyarországon, és 40 éve húzódik. Ezt egy egészen kiváló cikket írt az Átlátszóban tényleg erről, tehát hogy feltárta és elmagyarázta, hogy mi most a helyzet. Az Antal kormány is próbálkozott, a Horn kormány, Antal kormány próbálkozott egy égetőnek a megépítése, hogy elégessék ott ezeket az anyagokat, az kudarcba fulladt, a Horn kormány próbálkozott, ők szerették volna betonba zárni
az sem sikerül. És az első Orbán kormánynak az meg kell adni abszolút azt a pontot, hogy ők vitették el ezeket a hordókat annó. Tehát hogy az első lépés az megtörtént. De ugye ami a nagyobb probléma, és ugye erről sajnos már akkor is, tehát már a 80-as években is tudtak, hogy ez a cucc, hát most szeret, igen szól, hogy ez a mérgező anyag, ez leszivárgott a talajba, a talajvízbe. Tehát hogy az önmagában, hogy ez a hordókat elvitték, az remek, csak azóta megint eltelt, nem tudom, 10-15 év. És gondoljanak abba bele, hogy volt egy egész generáció garén, mert tényleg úgy nőttek föl például a polgármester generációja is, hogy az egész gyerekkorukat ebben a vegyszerszakban élték le és töltötték el. Nem lehetett kinyitni az ablakot nyáron. Tehát nem tudták kinyitni, mert nem tudtak volna aludni. És azt tudni kell, hogy bár erre tényleg senkinek nincsen bizonyíték, hogy van-e összefüggés ezek között a halálozások között és a vegyszer között, de az tény, hogy mindenki, aki ott éjjeli őr vagy hát portaszolgálatot látott el a telep környékén, ők a jelenleg információink szerint azóta mind elhunytak rákban. Tehát ez a helyzet. És mi, amikor most lementünk a kollégámmal Galéra, akkor én is arra próbáltam meg választ kapni, hogy tudván és látván azt, hogy mi az, ami eddig történt, hogy mi az, ami ezután történt, és mi az, amit ezután tenni lehetne, de nyilván nem az a kérdés, hogy nekem, vagy nekünk, meg újságíróként azt gondolom, hogy én ennek, vagy mi ennek, szerintem nem dolgunk, hogy az ódiumát magunkra vegyük, de nézzük meg a gariak szemszögéből, vagy hogy ők mit látnak ebből. Azt képzeljék el, hogy bárkivel beszéltünk ott, hogy tényleg a teljes hitehagyottság az, ami jellemző rájuk, és azt gondolom, hogy ezt abszolút nem lehet nekik felróni. 40 éve, amiket kapnak, azok az ígéretek. Tehát 40 éve ez a dolog, ez ott van, ez mérgezi őket, ott van az állatokban, vagy az állatok húsában, ott van a gabonában, ott van a kukoricában, amivel aztán etetik az állatokat, ott van a közvetlen környezetükben. És én megkérdeztem, hogy mit tudnak ők tenni? Tehát, hogy milyen információjuk van most arról, hogy mit lehetne csinálni? És egész egyszerűen az volt a válasz, hogy ők úgy érzik, hogy semmit, mert bizonyos időközönként mondjuk lemegy oda egy újságíró, mondta is nekem akkor a Garé polgármester, amikor én fölhívtam odafelé menet, hogy érkezünk és ránk szánna a pár percet, és mondta nagyon előzékenyen, hogy persze, de amikor már személyesen beszélgettünk, akkor mondta, hogy bevallotta, hogy átgondolta, hogy lehet, hogy most már azt mondaná, hogy nem, mert hogy annyiszor voltak itt újságírók, annyiszor jártak itt civil szervezetektől, annyiszor szó volt ebből a helyi, vagy az, szó volt erről a helyi vagy az országos médiában, és azt mondta, hogy minden alkalommal egy pillanatra felcsillan a remény, és most meg már úgy van vele, hogy úgy fogalmazott, vagy tényleg itt van, tehát picit furán is érzem, hogy most a nevében beszélek, és szóljon, hogyha valami olyat mondok, ami nem igaz, de hogy az egészen szívszorító volt nekem, amikor azt mondta Víg Imre, hogy ez a sorsunk, ezt el kell fogadni. És én meg közben bár újságíró vagyok, de azt gondolom, hogy ez nem helyes, hogy ma Magyarországon bárkinek ez kell, hogy legyen a sorsa, hogy 28 ezeres határérték mellette olyan vegyszer, olyan vegyélanyagok terjednek a levegőben, és ezt tényleg a gyerekek, meg mindenki nap mint nap szívja. Én ezt nem tartom, vagy csak közepesen tartom normálisnak, vagy talán annyira sem. Na most az a helyzet, hogy ugye van ott egy országgyűlési képviselő, van egy megyei közgyűlés, van egy agrártárca, ott van a kormány, nyilván ez ugyanaz, ott van a kormányhivatal. Számomra ez a legnagyobb kérdés, és én erre nem igazán tudom, hogy hol tudnánk megkapni a választ. Én próbáltam sokkal ezek közül felvenni a kapcsolatot. Nem mondom, hogy válaszra sem éltattak, mert lehet, hogy 3 nap alatt nem ment át a rendszeren a kérdés, vagy az interjú kérelem, amit benyújtotta a feléjük, de azt gondolom, hogy olyan sok itt a megválaszolatlan kérdéseknek a száma, hogy igenis nagyon fontos lenne, hogy valaki kiálljon és mondjon erről valamit. És a másik, hogyha azt kimondjuk, hogy az Orbán kormány elvitette ezeket a hordókat, hogy számomra az is furcsa, vagy értelmezhetetlen, hogy 4 esztendővel ezelőtt az volt a hivatalos álláspont, az talán akkor is az agrártárca részéről, hogy igen, abban az esetben, hogyha másra nem hárítható át a kármentesítésnek, tehát hogy ott megoldják, hogy ott ki kéne hántolni, nem tudom, 3000 tonna földet, azt el kéne vinni, azt el kéne égetni, az fontos, látunk, hogy ez egy iszonyatosan nagy munka, és valószínűleg nem is 2 fillérbe kerül,
de meg kell csinálni, azt gondolom, vagy szerintem ebben mindenki egyetért, tehát az fontos lenne leszögezni, hiszen ez egy ilyen közös kiindulási pont lehet. Szóval azt mondta az Agrártárca, hogy a törvényi szabályozás szerint, hogyha a kár okozójára nem terhelhető rá ennek a költsége, akkor ezt az államnak kell állnia. Tehát 4 éve ebből a szempontból még pozitív, vagy legalábbis valamennyire reményteli volt a helyzet. És most nyáron képviselői kérdése válaszolva talán mondták azt, hogy nem, most már csak az a helyzet, hogy a károkozónak kell állnia, vagy kell finanszírozni a kármentesítést, miközben tudjuk, hogy ez egy felszámolás alatt álló cég. A kérdés az számomra megint csak, és az a baj, hogy erre én magam sem tudok választ adni, tehát hogy én csak azokat a kérdéseket tudom feltenni, amik bennem újságíróként megfogalmaztam, és azt gondolom, hogy ha ez a konferencia, vagy akár még picit ebben előrébb vissza, hogy erre válaszokat tudunk kapni, hogy miért változott meg így a kormány álláspontja, illetve gondolom itt vannak olyanok, akik helyben járatosabbak, és talán nem tudom, a következő beszélgetésben, vagy a kérdések során tudnak erről mondani valamit, hogy azt nem pontosan értem, vagy azt nem pontosan látni, és kevesen merik ezt kimondani, de én azért kinyitnám ezt a kérdést, hogy én többektől hallottam azt, hogy nagyon közel van Harkány, és ott gyógyfürdő. Itt van a Villányi borvidék. Hogy szempont-e az abban, hogy most nem történik semmi, hogy ezek nagyon közel vannak, és nyilván, hogyha én nem tudom hány darab kamion, hány napon keresztül, iszonyú sajtó, figyelem és minden felhajtás közepette vinni el, vagy ott nem tudom, mit csinálna ezzel a földdel, mert mondom még egyszer, hogy azt is meg kéne mérni, hogy milyen mélyen van ez egyáltalán, hogy ez 10 méter, 15, 3, meddig terjedt el vertikálisan, meddig terjedt el horizontálisan, tehát azért 10 éve ez ott a talaj vízbe az bekerül, akkor az ott megy, tehát az nem áll meg sehol, vagy hát lehet, hogy való megáll, nem tudjuk, hogy hol. Szóval az ember próbál tippelni vagy találgatni, hogy mik lehetnek az okok. Én egyelőre nem vagyok sokkal okosabb annál, mint amit lent mondtak, és Garén mondtak, és ott még egyszer mondom, és ez a legfontosabb, hogy ott érzek egy eszköztelenséget, egy hitehagyottságot, hogy kihez forduljunk. Azt mondta a polgármester, hogy viccesen vagy idézőjelben, hogy ő szívesen rátöri az ajtót bárkire, de hogy visszapattam minden ajtóról, és hogy minden kopogtatás aztán elszáll a szélben, úgyhogy nekem ez volt lent a tapasztalatom, és még annyit hozzátennék, hogy nyilván azért azt is figyelembe kell venni, hogy mondjuk egy 300 fős településen ugye milyen napi problémák vannak, vagy hogy mikkel kell ott a polgármesternek, vagy a helyieknek foglalkozni. Tehát, hogy szerintem az nem is elvárható, hogy ők karolják föl, vagy csapják a honuk alá ezt az ügyet, és nem tudom, 300-an induljanak el Budapestre, és mondják azt, hogy már pedig itt valaki vágja a rendet, mert hogy egészen más problémák és ügyek kötik le őket, és abszolút szerintem ezért egy szó sem érheti az ősítőben a ház elejét, tehát ezt figyelembe kell venni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy segíteni, vagy támogatni kéne őket ebben az ügyben. Nyilván én azt gondolom, hogy ő nélkülük nem lehet ezt megoldani, de biztos, hogy szükség van arra, hogy valakik melléjük álljanak. Hát igen, ugye ez a nagy kérdés talán, és akkor itt talán át is adom a szót, hiszen a környezetvédelem, klímaváltozás elleni küzdelemben már gyakorlatilag 50 éve az a jelszó, hogy gondolkodj globálisan, de cselekedj lokálisan. Ugye itt látjuk ennek a kettőnek a közvetlen összeérését, hiszen ez globálisnak tekinthető probléma, legalábbis Magyarország szempontjából, hiszen mind térségünk, mind megyénknek az egyik legkomolyabb környezetszennyezése, de tényleg nem zárom ki azt se, hogy akár országos szinten, vagy akár Kárpát-medencei szinten az egyik legnagyobb akut probléma. Tovább feszegetném egy kicsit azt a kérdést ennek kapcsán, aztán majd egy pár gondolatot hozzáfűznék én is, hogy egy 300 fős település, illetve ha azt nézzük, hogy ez egy háromszögben van igazából, tehát közigazgatásilag ugyan Garéhoz tartozik, de Szalánta és Bosta is nagyjából egyenlő távolságra van tőle, és hát akkor a Mária-gyügyi Zarándok út is arra megy, Siklós, Harkány, illetve a Villányi borvidék is érintett, tehát hogy ez mondjuk azt, hogy ez egy dél-baranyai vagy dél-kelet-baranyai regionális problémának is felfogható. Átadnám a szó Dánielnek, hogy szerinted mit lehet
ilyen esetben csinálni, hiszen egy budapesti kerületnél viszonylag egyszerű, ott kis területen élnek mondjuk 70 ezeren, akik nagyobb érdekérvényesítéssel rendelkeznek. Itt viszont, hogyha a megye déli részét nézzük, összesen nem élnek annyian a különböző településeken, hogy vajon milyen vonatokat te hogy látod, hogy szerinted hogyan lehet egy érdekérvényesítést, hiszen jelenleg abban szerintem konszenzus van, hogy itt az államtól kell valahogy elvárni a megoldást, hiszen ők nekik van ebben az egészben jogkörük gyakorlatilag. Köszönöm szépen a meghívást. Ez egy kicsit meg vagyok fázva. Ez azt hiszem, hogy ez egy valóban egy nagyon fontos, és ez egy központi kérdés tulajdonképpen. Ha jól vettem ki, azért a szervezőknek is ez a célja, hogy akkor erre lehessen válaszolni, hogy mi az a stratégia, amivel talán nem fogalmazok rosszul, hogyha úgy interpretálom ezt a kérdést, amivel meg lehet emelni annyira a konfliktust vagy az ügyet, hogy ez kikészerítsen valamilyen cselekvést a döntéshozókból. Egy kicsit akkor messzebbről kezdeném, és remélem, hogy nem fogom ezzel mutatni a hallgatóságot, de szerintem érdemes azt megnézni, hogy mik a magyar környezetvédelmi konfliktusoknak, vagy egyáltalán a magyar zöld mozgalomnak a jellemzői. Az, ami talán a legfontosabb az esetünkben az, hogy a helyi kötődés, a lokalitás. Magyarországon ugye most a klímamozgalom az egy teljesen új jelenség olyan szempontból, hogy nem kötődik egy-egy beruházáshoz. Ha belegondolom, hogy melyek voltak a valóban fontos, kiemelkedő környezetvédelmi ügyek, hát nyilvánvalóan mindenkinek a rendszerváltás időszakából a Bős-Nagymarosi vízlépcső ugye ugrik be. De azt gondolom, hogy egyébként Pécsen vagyunk, és volt szerencsénk arra jönni most éppen kora délután, ugye az Engő ügy volt még egy olyan környezetvédelmi konfliktus, amiben sikeresek voltak a környezetvédők, amelyik országos figyelmet kapott, és hát nem mellesleg hasonlóan mindig azért különbözően persze a Bős-Nagymarosi vízlépcső ügyéből, de hát ebben is azért elkötelezetté váltak olyan aktivisták, akik később egyébként a pártpolitikában folytatták a tevékenységüket. Én azt gondolom, hogy nem független attól a mozgalmi sikertől az, hogy például megalkult az LMP, és aztán többen zöld aktivisták ebben a párban folytatták. Ami lényeges, hogy persze itt is egy helyi ügyről van szó, ugye az a kérdés az, hogy alakulnak ki olyan szövetségesi hálózatok, amelyek segítik az ügy sikerre vitelét. A Zengő ügynél azt hiszem, hogy ugye ez is így történt Pécs mellett, az nagyon fontos, és mind a Bős-Nagymarosnál is, hogy egy tervezett beruházásról van szó. Ugye itt azért kármentesítésről van szó, tehát maga a kár már megtörtént, és nem arra kell mozgósítani valahogy a helyi lakosokat, vagy a médiát, a politikusokat, hogy valami ne történjen meg, hanem az, hogy annak a következményeit lehessen orvosolni. Tehát hogy itt ez tulajdonképpen azt gondolom, hogy ennek az ügynek a hátránya. A Bős-Nagymaros kapcsán ugye a magyar zöld mozgalomra jellemző az, hogy általában a zöld konfliktusok azok nem önmagukban léteznek, hanem valahogy kapcsolódnak egy-egy más ügyhöz. Tehát Bős-Nagymarosnál az antikommunizmus, a Kádár rendszernek a kritikája volt nagyon fontos. Maga, ahogy ezt mondják a magyar politikatudományban, egy ilyen ernyőszervezet volt a Duna kör, vagy maga a Duna mozgalom. Ki lehetett fejezni az általános elégedetlenséget a Kádár rendszerrel szemben. Voltak olyan járulékos témák, ugye? Tehát az antidemokratikus döntéshozatal, hogy akkor hogyan történik egy ilyen nagy beruházás. És egyébként, ha jobban belegondolok, azon kicsit mindenki megtalálhatta maga a témáját, mondjuk egy kicsit egy ilyen jobboldali szempontból valahogy a csehszlovák állammal kapcsolatos, vagy hivatalos kapcsolatoknak a kritikája is benne volt. És hát az is egy konzervatív ugye, meggyőződés, hogy akkor valahogy megóvni a természetet, tehát ennek nyilvánvalóan ez nem csak egy ilyen progresszív baloldali kiinduló pontból lehet ezt kritizálni. És hát az Engő kapcsán pedig, tehát emlékszünk erre, azért ez az időszak volt, amikor George W. Bush volt az Amerikai Egyesült Államok elnöke, a 2000-es évek elején kitört az iraki háború, és ez egy NATO lokátor volt. Tehát itt nagyon erősen egyébként az akkori magyar alternatív vagy ilyen globalizáció kritikus mozgalomnak mind a környezetvédelmi, mint a pacifista, háború ellenes ága megjelenhetett ebben a konfliktusban, és létrejöhetett egy olyan elköteleződés, ami mindkettőt kritizálta. Hogyha valakik emlékeznek az Engő ügyre, ott például azért maga a kormány is megemelte azt a konfliktust, ugye a szocialista képviselő, Bári Gyula, ugye azt úgy hívták, aki egy ilyen
ilyen próbaberepülést hajtott végre a déli határnál, az bizonyítandó, hogy akkor mennyire védtelen az ország az, hogyha délről támadják, és hogy szükség van erre a NATO lokátorra. Tehát csupa olyan dolog történt, amelyik megemelte ezt az ügyet, mind az Engőnél, mind a Bős-Nagymaros esetében voltak ilyen járulékos ügyek, konfliktusok, amelyek aztán kedveztek annak, hogy országos jelentőséget kapjon egy ilyen helyi ügy. Ugye a mozgalomkutatásban úgy fogalmaznak, hogy amikor van egy mozgalom és elkezd egy üggyel foglalkozni, akkor nem közvetlenül gyakorol nyomást a döntéshozóra, hanem a döntéshozók referencia csoportján keresztül. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy azt gondolja a döntéshozó, hogy azért kell nekem megváltoztatnom a véleményemet, vagy azért kell meghoznom egy döntést, mert rám az én referencia csoportom, tehát a választóim, ők úgy gondolkodnak, ami tulajdonképpen kedvez a mozgalmi ügynek. Ugye most Magyarországon egy olyan helyzetben vagyunk, hogy 5%-os gazdasági növekedés van, ahogy a kormány ezt bejelentette. Ugye várhatóan jövőre még a bejelentetni is jobban növekszik a minimálbér, a garantált bérminimum. Tehát gondolhatja azt a kormány, hogy ilyen helyzetben, amikor jó a gazdasági output, amikor növekednek a bérek, akkor talán kevésbé mozgósíthatóak a választók. Ugyanakkor hát pedig a tankönyvi példák pedig azt mutatják, hogy éppen az, amikor jó szociális helyzetben van, akkor lesznek a figyelmesek az emberek az olyan ügyekre, amelyek túlmutatnak a mindennapi anyagi biztonságon, és itt már a környezeti, az egészségi biztonságról van szó. Tehát, hogy ezt gondolom, hogy ez a helyzet pedig kedvezhet az ügynek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez a pont ennek a referencia csoportnak a megfogása, vagy annak az érzékelése, hogy akkor kik ők, kik lehetnek a szövetségesei azoknak az embereknek, akik közvetlen, tulajdonképpen mondhatjuk ezt, hogy az elhangzott adatok alapján azért közvetlen, nem is életveszélyben, de egyébként egy ilyen nagyon súlyos egészségkárosodással élhetnek, vagy együtt kell élnünk ebben a helyzetben. Tehát az a felállás, amit most itt látunk, hogy országos szintű döntéshozók, országos pártok, civil szervezetek, a média, ami nagyon fontos, és valahogy az állampolgárok együtt tudnak fellépni, én azt gondolom, hogy ez így önmagában sikerre vihet egy ügyet. Az, ami egyébként ugye ez a járulékos konfliktusok, amelyek együtt jelennek meg a környezeti ügyekkel, az néha egyébként a magyar zöld mozgalom kárára válnak, hiszen amikor egy antikommunista üzenet van mondjuk Bős-Nagymaros mögött, ahogy megszűnt ez a probléma, ugye a rendszerváltás során, úgy valahogy el is vette az energiát a magyar zöld mozgalomtól. De én azt gondolom, hogy kulcsfontosságú ilyen szempontból a szövetségépítés, kulcsfontosságú az ez is hangzott, hogy egy 300 fős településről van szó. Teljesen mások a részvételi szokások egy ekkora település méretnél, és teljesen más egy budapesti kerületnél. Teljesen más az a fajta probléma horizont, amit meg lehet fogalmazni egy budapesti kerület esetében, mint egy ekkora településnél. Hát én azt gondolom, hogy valahogy ezt a részvételi kapacitását fejleszteni azoknak az embereknek, akik ebben benne vannak. Ezek szerintem azt gondolom, hogy a sajtó és a civil szféra, de akár maguk az ellenzéki politikusok is lehetnek segítségére az ott élőknek, illetve valahogy nyomást találni a döntéshozókon a referencia csoporton keresztül. És hát egyébként, ahogy el is hangzott, a probléma szélesítéséhez az is hozzájárulhat, hogyha arról is szó van, hogy akkor a Villányi bor mérgező lesz. Tehát, hogy ezek már egy olyan érzékelést hoz. Ráadásul ugye, hogyha már a borról van szó, valahogy így a hungarikumokról, akkor ott azért meg is fogható a kormány, hogy emlékszünk arra az öt honnevelés ügyére, azért is lehetett sikeres ez a mozgalom, hiszen a családdal foglalkozott, azt helyezte a központba, ami a kormány számára is nagyon fontos, tehát ez érzékenyen érintette a kormányt. Tehát azt gondolom, hogy ez lehet az az irány, ahol nyomás alá helyezhetőek a döntéshozók. Köszönöm szépen, ezek nagyon, nagyon jó gondolatébresztők voltak. Én megyei képviselőként első lépésben, hogy ez a megyei önkormányzati kampány alatt hoztuk elő ezt a szót, vagy erről a szót. Mint mondtam, ez igazából sok szempontból véletlennek köszönhető, hogy így jött ki, hiszen nyár közepére, július végére, augusztus elejére lett igazából sajtónyilvánossága a Greenpeace által kiperelt adatoknak. Mondhatnám csúnyán, hogy ez kapóra jött nekünk, miközben egyébként láttuk azt, hogy ez egy olyan probléma, aminek a felvállalása pont a nehéz helyzet és a szituáció miatt. Ugye olyan szempontból tényleg nagyon fontos, hogy itt nem megelőzésről van szó, nem egy fix beruházásról, hanem már egy kármentesítést kell megoldani. Tehát tudtuk, hogy ez egy problémás ügy.
Mégis azért vettük kezünkbe, mert úgy gondoltuk, hogy lokálpatriótaként egy alapvető feladat az, és pont azoknak, akik nem nagyon tudnak érdeket érvényesíteni, azoknak a segítségére kell úgymond ilyen szempontból sietni. Ennek kapcsán nagyjából arra jutottunk mi is, hogy a kormányhoz lehet mindenhogy visszajutni. A megyei önkormányzat sok mindent nem tud csinálni, ugye itt a megyei helyzet az egyébként úgy néz ki, hogy kétharmados Fidesz többsége van a megyei önkormányzat, vagy kétharmados Fidesz többség van a megyei önkormányzatban. Ennek ellenére az ellenzéki képviselőtársaimmal már elkezdtünk azon dolgozni, hogy ezt a megyei közgyűlésben mégis be tudjuk vinni ezt az ügyet, és egyetlen szóvá tegyük, hiszen az asztal verése az itt kezdődik valahol a mi szintünkön. Ennek kapcsán egyébként pont most adtuk be, vagy most adjuk be a napokban, én már tegnap leadtam 2020-as munkatervet, és ott több szinten is beleírtam, hogy Gari és Hidas ügyében közmeghallgatást kellene indítani, az ügyet napirendre kell venni, hogy ezzel mit lehet kezdeni, hogy nézzük meg azt, hogy megyei szinten például mit tudunk vele kezdeni, hogyan lehet ezzel egyáltalán el tudunk-e indulni a megyei közgyűlésbe, hiszen a jogkörök részben tisztázatlanok, hiszen mutogatni tud a minisztérium, mutogatni tudnak a kormányhivatalok ide és oda. És hát most kíváncsian várom igazából, hogy a fideszes többség mit fog ennek kapcsán tenni. Ez egy kicsit tetemre hívás jellegű lesz, hiszen hogyha azt mondják, hogy fel se veszik a témát, akkor azért ez egy elég csúnya bizonyító erejű, hogy nekik nem csak magas szinten megy ez a klímaváltozás tagadástól kezdve a környezetvédelmi dolgok elleni gyakorlatilag hetsz kampány, hanem ez helyi szintre is leszivárog. És akkor ugye itt jön képbe az, hogy a térségnek a képviselői, parlamenti képviselői, a fideszes kormánypárti képviselők vannak, hogy nekik vajon mi az érdekük ebben a dologban? Érdekük-e az, hogy a villányi borvidék, a harkányi termálfürdők ügyében inkább egy hallgatás legyen, és esetleg egészségügyi kockázatnak teszik ki a látogatókat, fogyasztókat, vagy pedig érdekük az, hogy tényleg a térség lakóit priorizálják ebben az ügyben. És akkor én itt nyitnám ki a beszélgetést akár a közönség felé, akár pedig ennek kapcsán egyéb gondolatokban, most egy kicsit ilyen szabadabban, nem csak így fölkérve, hogy ehhez milyen gondolatokat, meglátásokat tennétek, illetve esetleg a közönségnek van-e kérdése, meglátása és hasonlók. Elnézést, hogy magam zörgetem, de én azt gondolom, hogy azért itt nem a villányi, vagy az odaérkező turisták és a helyi lakosok között létezhet egy konfliktus, hanem épp az, hogy ezeket a csoportokat szövetségessé lehetne tenni. Tehát, hogyha itt valami sikert akar elérni ebben az ügyben a benne lévő szereplők, én azt gondolom, hogy a döntéshozó és a helyi közérdek közé kell tenni valahogy a konfliktust, mert épp az, hogy meg kell nyerni azokat, akik azt gondolják, hogy fontos, megőrzendő értékek vannak a térségben, legyen akár szó a villányi borról. Félreértés ne essék, én nem így értettem. Én úgy értettem, hogy ugye a helyi fideszes képviselők szemében én azt látom, vagy ahogy Mátyás is utalt rá részben, hogy kicsit olybá tűnik, mintha lenne egyfajta ilyen kettőség vagy ellentét ebben az ügyben, hogy ők azon gondolkodnak, vagy tehát ez mind feltételezés nyilvánvalóan, tehát hogy ez egy érdekes kérdés, hogy ők vajon azt látják, hogy ezt a kettőt össze lehet hangolni, és igazából mindenkinek az érdeke, én személy szerint így látom, vagy pedig úgy látják, hogy nekik, hogy is mondjam, cikibb az, hogyha ott napokig sajtó és média figyelemmel egy komoly környezetkárosítás, egy több évtizedre visszamenő környezetkárosítás kapcsán folyik a felszámolás, és ugye felelősök kerülhetnek elő ebben az ügyben, vagy pedig az az érdekük, hogy megoldódjon ez az ügy, és nem elhárítani akarják. És erre utaltam azzal, hogy kicsit tetemre hívás jellege lesz annak,
hogy ezt én is beadtam, ha jól tudom, a Demokratikus Koalíció képviselői is megyén beadták, hogy Gari ügyével pont emiatt foglalkozzunk. Elnézést, hogyha félrejtetően fogalmaztam, de hogy erre próbáltam utalni. Én egy-két gondolatra így visszatérnék erre a harkány villány vonalra. Hogy szerintem úgy általában a klímaváltozás kapcsán szerintem sokan vagyunk úgy azzal, hogy bármennyire egyre többen mondják és fogadják el, hogy emberi tevékenység okozza, és bármennyire egyre gyakrabban mutatható ki kapcsolatok, mondjuk természeti katasztrófák és a globális felmelegedés között. Ugye a médiát nagyon sokszor éri az a kritika, hogy ezt a hiszti oldaláról fogja meg, hogy egy szenzáció hajház címeket ad, hogyha ilyen ügyekről van szó. Szóval én azt gondolom, hogy ebben az elmúlt egy évben szerintem már itthon is történt némi változás, nem akarom ebbe az irányba elvinni a beszélgetést, csak annyiban kapcsolható szerintem ez ide, hogy azért az egy nagyon nagy felelősség, hogy akár Harkány, akár Villány esetében erről tényleg akkor szabad elkezdeni, akár csak halkan is beszélni, hogyha erre van bármiféle bizonyíték, hogyha vannak számok és vannak adatok, mert nincs az az ügy, ami a jogosulatlan pánikkeltést megérni. És ehhez kapcsolódóan megjegyezni még azt, hogy a Greenpeace vegyi anyag szakértőivel beszéltem pénteken, és nagyon jól emlékezett erre, hogy neki kellett kiperelni az államtól. 2015-ben csináltak méréseket, és sikerült kiperelniük, ez ugye már elhangzott 2019-re, tehát most jöttek ki az adatokat. Csak halkan jegyezni meg, hogy számomra ez teljesen értelmezhetetlen, hogy megcsinálják ezeket a méréseket, és utána elteszik egy fiókba is, hogy ezeket miért kell kiperelni, és hogy miért nincs meg az a joga az ott élőknek, hogy azonnal megmondják nekik, hogy egyébként itt mi a helyzet. Mert bocsánat, ezt mindenki hadd döntse el, hogy ezek után mit akar csinálni maga, vagy a gyerekével, stb. És ezt csak azért mondom, mert úgy tudom, hogy azok, akik ott kukoricát, búzát, stb. Ezekről beszéltünk, termesztenek, hogy kerestek meg egyébként az utóbbi időben cégeket, hogy csináljanak ott méréseket, de ezek a cégek ezeket mind elutasították. Ennek mi az oka, ezt nem tudjuk, ezt baladai homály fedi, de az biztos, vagy te tudod? Ja jó, akkor egy mondat, tehát hogy a lényeg az, hogy én utam, hogy elutasították ezeket a megkereséseket, és ez csak azért fontos, mert a Greenpeace vegyanyag szakértője azt mondta, hogy abban a mérésben, amit az állam csinált, hogy azt hiszem, már én magam nem vagyok vegyanyag szakértő, hogy a dioxinokat nem is mérték, tehát hogy ami szintén nagyon erős rákkeltő anyagnak számít. És azt mondta a Simon Gergely, hogy a legfontosabb most az lenne, hogy hát újabb méréseket kellene csinálni. Tehát ezt most csak azért mondom, hogyha van mondjuk egy konkrét dolog, amit lehetne tenni, és szerintem ez a Harkány, Villány, Gari háromszögbe simán belefér, hogyha most látnánk egy tiszta képet arról, hogy mi jelenleg a helyzet a számok alapján, mert az már teljesen más, hogyha ki lehet állni, és azt lehet mondani, hogy csokkolom, ez, amit mindenkinek tudnia kell, aki ott él, oda megy turistáskodni, ott iszza a bort, vagy oda megy gyógyfürdőbe, vagy tök mindegy, hogy miért megy oda, vagy oda megy riportot csinálni. Most jó. Szóval pontosan erről van szó, hogy aktuálissá kéne tenni, mert szerintem az egyik legnagyobb probléma az, amit te is mondtál, hogy ez már egy olyan dolog, ami már végbe ment, tehát nem tudunk ellene most tiltakozni, hogy ne történjen meg, hanem hogy megtörténjen valami, de hát az sokkal nehezebb ugye mindig azért harcolni. Tehát, hogyha aktuális lenne, akkor egyrészt megint nyilván lenne egy média nyomás, mert akkor nyilván megint mindenki ide jönne és itt verni a tamtamot, hogy valami történjen, akkor megint a figyelem összpontosulna ide. Tehát ez mindenképpen kellene ahhoz, hogy a nyomás ugye növekedjen ennek az ügynek a kapcsán. Tehát az első, amit itt akár helyi politikusok, vagy bárki ki tudna, akkor szerintem küzdeni vagy harcolni, hogy legyenek mérések. Most nem tudom, hogy a kormányhivatal azóta csinálta például, mert nem tudom, hogy ők mennyi időközönként csinálnak. De erről tudtok valamit? Én annyit tudok, hogy azt hiszem, hogy törvényi kötelezettség van, de nem tudom, hogy milyen időközönként. Mert lehet, hogy közben megint van, csak megint nem tudunk róla. És akkor megint ki lehet perelni. Igen, elkezdjük, és akkor megint 4 év múlva, vagy 5, vagy akárhány év múlva kiderül, hogy mi volt az akárhány éves adatokban. Tehát egyrészt meg kéne tudni, de ez a kormányhivataltól kellene adatokat szerezni, tehát egyszer a kormányhivatalt ki kéne fogadni, hogy van-e újabb
eredmény, ha van, akkor az mit tartalmaz, hogy arról mit kell, azt nyilvánossá kéne tenni, tehát ezen az első, ha nincsen, akkor kellene végeztetni vizsgálatokat. Ez onnantól kezdve, hogy Hidason, Garén megnézni a fúrt kutakban mi van, ott állítólag még vannak ilyen figyelőkutak, nem tudom mennyire használhatóak, igen, még, hogy milyen állapotban vannak, de ha lehet, akkor azokból is mintát venni. Azért nem végezték állítólag el ezeket a vizsgálatokat, mert nem alkalmasok rá. Tehát jelenleg a Baranyában azok a cégek, akit felkértek ezekre a vizsgálatokra, azok nem alkalmasak erre, tehát nem csak az, hogy marha drága lenne, és valószínűleg a lakosság nem is tudta volna kifizetni, hanem egyszerűen olyan laboratóriumok van, amiben ők ezt nem tudják ezt. Tehát ez egy valószínűleg egy komolyabb vagy egy komplexebb vizsgálat lehet, sajnos ez nem értek. De hogy akkor ez lenne a következő, hogy olyan labort keresni, erre pénzt, nyilván forrást találni, hogy akkor ezeket a vizsgálatokat el lehetne végezni, ha ismétlem, ha a kormányhivatalnak nincsen friss adata, mert lehet, hogy van, és ezzel, ezekkel az adatokkal valóban egy új nyomást lehetne akkor gyakorolni, mert arra már akkor most erre mondhatják azt, hogy jó, de az már 15-ben volt, azóta biztos nincs ott, mint ahogy nekem a gazdálkodó azt mondta, hogy neki azt mondták, hogy nem fog problémát okozni, hogy benne van a vízbe, mert hogy az út se éri el a gyökereket, a növények gyökerét, mert az len van, és a gyökerek meg fönn vannak, mert hogy a kukorica, meg a búza az épp, hogy csak ugye a talaj alá ereszti a gyökeret, és akkor ne, a víz az nem jön föl. Nem tudom, hogy miből gondolták, hogy az ott megáll, úgyhogy amikor arról volt szó, hogy megáll valahol a víz, hát ők úgy gondolták, hogy pont a növények gyökerénél áll meg, meg kikerüli, vagy nem tudom, tehát hogy így az volt róla az elképzelés, hogy ez nem baj, hogy ott van, mert úgy sem megy el arra a víz. De egyébként, amit mondtatok, hogy már ki tudja, hogy egyébként milyen szélesen terjed ki, és pontosan hol tart ez az egész, ez fogalmunk sincsen. Hadd kérdezzem meg Bocsi Sanapát, hogy volt-e érdemű beszélgetés a villányiakkal, a villányi borászokkal azzal kapcsolatosan, hogy a boraink külföldre mennek, tehát innentől kezdve, ha bármelyik borban fémet találnak, vagy és innentől kezdve ez már nemzetközileg neki, akkor mi történik? De én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy a világi borászokkal történt-e valami komoly megbeszélés, mert hogyha a borászok összeállnak, akkor ott esetben lehet kérni a földet, ott azért mennyiségű pénz van, állami beruházás is van ott, tehát innentől kezdve szerintem akár Harkánnyal, akár villánnyal szerintem le kell ülni, és a világi borászokat össze kell hozni, és erről érdemi beszélgetést kell folytatni, mert különben meg beszélgethetünk itt arról, hogy a borokban van-e fém vagy nincs fém, de gyakorlatilag mindenki magyar bort iszik, vagy szeretne magyar bort inni. Tehát, hogy a borászok tudnak erről valamit, illetve hogy a borászok, ha leültek a tárgyalni. Még nem ültünk le, de ez terve van pont emiatt, mert mi is így gondolkodunk, hogy ez lehet az egyik, és egyébként ez az egyik irány, ahol talán egy főbb érdekérvényesítés lehet, hiszen, ahogy elhangzott, nekik ténylegesen van szavuk ebbe, hiszen gazdasági erejük van. Nem vagyok benne biztos, hogy ők ezt mernék. Tehát, hogyha nem bizonyított az, hogy nekik tényleg ez közük van, akkor ők nem fogják szerintem ezt felvonni. Nekik közük van, hogyha a szőlőben is, hogyha a talajvízben benne van a vegyszer, akkor... Igen, csak hogy addig, amíg nincs vizsgálat, addig meg ezt nem tudjuk. Tehát ők addig nyilván nem fogják felvállalni ezt a konfliktust, meg nem fogják a saját boraikat ezzel veszélyeztetni, vagy hát ezt, hogy elterjedjen róluk, hogy egyáltalán közük lehet. És csak egy fél mondat, ez bocsánat, hogy láttam, hogy volt, már nem akarom át, hogy csak láttam, hogy volt egy kérdés, hogyha kicsiben ugyan, vagy hát kicsiben, kisebben megnézzük ugyanezt, hogy Gari, hogy azért ne felejtsük el, hogy ugye minden alkalommal, amikor erről beszélünk, és a polgármester akár nyilatkozik, interjút ad, vagy elmondja, hogy a gabona, vagy a kukorica, vagy az állatok, hogy ő fogalmazott, hogy közben nagyon faramúci módon a saját faluja ellen beszélt, tehát hogy még rontja a saját helyzetét. Ennek ellenére nyilván erről beszélni kell, csak hogy azt szerintem látni kell, és Villány esetében is azt gondolom, hogy hasonló lehet, vagy Harkány esetében, hogy amíg nincsenek egyértelmű számok, én nem vagyok abban biztos, hogy addig ők bármiről, ami légből kapott is lehet, akár szívesen tippelgetnek, vagy beszélgetnek. Hát egy beszélgetés mindenféleképpen azt gondolom, hogy megéri, mert mi is beszélgetünk valamiről, tehát azt gondolom, hogy mi is idejöttünk, meghallgattuk. De egy beszélgetés mindenféleképpen azt gondolom, hogy kezdeményezni kell, hogy van ez a komoly probléma, és akkor üljünk le, és jöjjenek el a barátok, és adott esetben mérjék meg a földjeikben lévő víznek a fém tartalmát. És akkor azonnal ki fog derülni.
mert így komoly pénzek vannak, illetve hát Villányi borászoknak a hiteléről szól a történet, ami már nemzetközi. Tehát, hogyha a nagy magyar borászokat figyelembe veszük, azért elég komoly tőke van ilyen amolyan módon. Tehát innentől kezdve biztos, hogy kell erről beszélni. Ha nem is most, de később biztos, hogy ilyen komoly problémák lesznek ebből. Azt mondom, hogy is kell erről beszélni, mert a kicsit így távolabb közben, hogy a politikai ökológia azt mondja, hogy a környezeti kockázatoknak az eloszlása is úgy történik, hogy annak van valamilyen szociális vonzata, vagy azok a csoportok szenvedik általában a környezeti kockázatokat, a terreket, amelyek egyébként is egy alacsonyabb értékérvényesítő pozícióban vannak, vagy hátrányos helyzetűek a gazdasági szinten értve. Hogyha ugye itt a mérések szerint nagyon gyakran volt erről szó, ugye én azt gondolom, hogy a konfliktusnak valahogy talán egy általánosabb érvényű akkor lehet, hogyha egyszerűen arról van szó, hogy miért nem közérdekű adat az, hogy mérgező-e az, ahol én élek. Miért nincs arra egy országos valamilyen regisztre, hogy lehessen tudni, hogy hol van konkrétan a környezeti terhelés, kik azok, akik elszenvedik a környezeti problémákat, és nekik miért kell ott élniük. Nyilvánvalóan azért persze itt is azért van olyan vonzata, hogy akkor meg csökken valakinek mondjuk az ingatlanának az értéke, hogy ez elhangzott, hogyha ugye senki nem fogja ezt úgy verni a tamtamot, hogy akkor tessék, én borzasztó helyen lakom. De ugyanakkor pedig én azt gondolom, hogy ez, ha valami közérdekű adat, akkor ez nagyon is az, hiszen joga van az embereknek az egészséges környezethez, és talán ez lehet az az irány, azt gondolom, hogy érdekelté lehet tenni másokat is, kicsit túl tud mutatni akkor ez a konfliktus azon, hogy mi történik konkrétan abban a háromszögben. És akkor itt végső soron itt is van egy olyan ügy, hogy nem csak környezetvédelemről van szó, hanem demokráciáról van szó, hogy az adatokhoz való hozzáférésről van szó, és az ilyen ügyekben tulajdonképpen egy ilyen jogi útra lehet tenni ezeket, hogy amikor vannak ilyen próbaperek, és azt mondja a bíróság, hogy akkor nem csak egy-egy ügyben kell kiadni, hanem innentől kezdve ezek az adatok, ezek közérdekű adatok, és ezeket bizony, hát azért az átlátszós kollégáknak nyilvánvalóan ebben van tapasztalatuk. Bocsánat, Villányi borászként szólnék hozzá, hogy tetemre hívás történik, hogy nehezen tudom elképzelni, hogy dombtetőre talajvíz mentén szivárogna most. Az elején triklór, meg tetraklór, benzol hangzott el. Ha az levegőben terjedhet, akkor azt el tudom képzelni, hogy eljut hozzánk, de hogyha már nehéz fémekű szobjetek, nem tudom, hogy jelen van-e a szennyező anyagok között, akkor azt nehezen tudom elképzelni. Tehát ez egyszerű fizika. Viszont... Bocsánat, ez csak annyit, Villány ugye azért kapcsolatot be, meg a Villányi borvidék azért kerülhet be, mert a fő széljárási irány az arra tudja vinni, és amennyire én tudom, bár én sem vagyok szakértője a témának, nem vagyok természettudós, de úgy tudom, hogy igen, a levegőben terjedés, hogy a meghatározó szűrűen viszi. De ide kívánkozik inkább a beremendi szemétégetőnek az ügye, ami ott van, látványelem. Ahhoz kapcsolódik a szársomlyú nyugati lebontás, tehát az egy tájsebb, tudjuk. De azt tudjuk, hogy ez a Dunadráva cementmű, tizen pár éve szemétégetőként is funkcionál, Nyugat-Európa kórházi és egyéb hulladékait, ami közepesen veszélyesnek számít, ott égetik el. Na most persze ehhez kapcsolódott egy komoly környezetvédelmi szűrős technikai beruházás, és persze nem tudom hiteles információkkal megerősíteni, de sok helyről mondják, még ott dolgozók is, hogy bizony párszor kiveszik ezt a szűrőt a kéményből, főleg éjszaka, mert ennek a tisztítása cseréje több milliós projekt. Na most, ha valaki megnézi a honlapját ennek a cementműnek, nagyon szépen zöldre van messzelve, nagyon sok közel támogató projektjeik vannak, működik a Greenwash 100%-ban, de azért ez sokkal inkább érinti Villányt, mint Gari, nem kisebbítve annak a súlyát. Köszönöm. A Gari esetre ez arról szól, hogy mit lehetne tenni. Szerintem az első és legsürgősebb tendő az lenne, hogy ezt a mostani vészhelyzetet minél előbb meg kell szüntetni. Ugyanis itt szóba került, hogy az Orbán kormány idejében ez még az első Orbán kormány időszaka volt, nem a mostani. Azt megoldották, hogy az akut veszélyt megszüntették. A hordókat elvitték, a területet szigetelték, kialakítottak a monitoring rendszert, őrzővédőszolgálatot, 24 órás őrzés, körbe volt kerítve. Most
Gyakorlatilag, amit már fölmerült, most kicsit csapongok, ugye ez a szennyező fizetelmnek az érvényesítése, ugye van ennek a területnek egy tulajdonosa, ő lett volna köteles ezt a rendszert működtetni, és a BV vegyi műveknek kellett volna a monitoring rendszert, az őrzést, a karbantartást végezni. A hatóság felszólítja őket, végezze el, nem végzi el, nincs senki, aki helyettük belépjen. Ez itt a legnagyobb probléma, és nem csak itt, hanem sok egyéb ügyben is, hogy ami tán, jogszabályi előírás lehetne, hogy kellene egy olyan tartalékkeretet képezni a költségvetésben, ami ilyen esetben egy felszámolás esetén lehetőséget ad arra, hogy ebből a keresből a problémát megoldjuk, aztán később a felszámolás során ezt a tulajdonostól be lehet hajtani, be lehet, ha nem, akkor hát ezt az államnak le kell nyelnie, de egyrészt nincs egy ilyen keret, ami az ilyen esetben lehetne nyúlni, és nincs egy olyan hatóság, aki azt mondaná, hogy én most a te költségedre ezt elvégzem, és majd rajtad behajtom. Itt a mostani helyzet az sokkal rosszabb, mint ami volt ezelőtt, mert itt volt egy kezelhető viszony az első Orbán kormány időszakában, csak úgy mellékesen mondom, eddig közel 10 milliárd forintot költöttek erre a területre. Úgyhogy mindent összeadok, kártérítést az első 2,7 milliárdot, a második 2,7 milliárdot kifizettek, 7 milliárdot kártérítésnek, tehát már 10 milliárdnál tartunk körülbelül, a probléma nem oldódott meg. Tehát amit most legsürgősebben meg kell csinálni, a szennyezett talajnak a burkolását minél előbb elvégezni, kijavítani a fóliát, kijavítani a területnek a szigetelését, az őrzését. Most ha valaki volt kint, tehát gondolom, hogy akkor voltak kint, van a terület közepén egy zsombszerűség, és az az állatoknak az itatója. Oda járnak be a vadállatok, és onnan viszik ki. Tehát igaz, a területről az olyan nagy veszély is, olyan kétségtelen, hogy a területen belül több tízezerszeres a szennyezés, főket a talaj, meg a talajszennyezés, de azért onnan ki, hál' Istennek elég jó, hogy a burkolás van, azért kevesebb kerül ki. Viszont kikerül az állatvilágba, kikerül a levegőbe, és ezt kéne minél előbb megakadályozni. Erre kéne valami sürgős intézkedést tenni. Aztán utána a többit, hogy aztán a későbbiekben a kármentesítés hogy alakul, az lehet az uniós forrásokban, valószínű, hogy ez olyan költséget nem észre, ez több milliárdos költséget nem van, valószínű, hogy most meg lehetne csinálni. De ezt mindenképpen minél előbb meg kéne csinálni, hogy a területről most továbbiakban szennyezően megkerüljön ki. Egyrészt a burkolás, másrészt a vízszigetelést ezt kéne kijavítani, ez a leoktalás a probléma. Hát itt ugye komoly kérdéseket vett fel egyébként, hogy anyagiakban egy ilyen védőháló újra felhúzása, vagy pedig a föld elszedlése és elégetése a komolyabb, ugye ez azért egy nyitott kérdés lehet, mert nem vagyok teljesen meggyőződve, ugye a jelenlegi állapotában, ahogy most a Gari egykori hulladéklerakó létezik éppen, hát gyakorlatilag mindent kvázi nulláról kellene újra felhúzni, még az alapjai meg is voltak, nem teljesen vagyok biztos, minden esetre ez is egy jó irány nyilvánvalóan, de ez is egy kicsit túlmutat azon a lehetőségeken, amik jelenleg vannak. Ugye sok szempontból a következő panelnak lesz még ez témája, hogy ezeket hogyan lehet eljutatni, hiszen itt is nagyon sok olyan kérdés van, ami kormányzati, minisztériumi szintű megoldásokat igényelne, ami nem pusztán ennek a Gari ügynek, hanem egyébként az egész térségben több ügynek is a megoldása lehet. Viszont ezt a témát ezt azért majd meghagynám a következő panel számára. Láttam egy kérdést ott. Hát tulajdonképpen zavarban vagyok, mert itt érintettek szó esett Garintúr villázól, harcájzól, de én úgy gondolom, hogy Pécset ugyanúgy érintettnek kell tekinteni, akkor is, hogyha sem a talajvízmozgásban szerintem nem sem a széljárás miatt, viszont a távolság olyan kicsi, hogy a rossz hír elegendő ahhoz, hogy érintett legyen, és Pécsnek ugyanúgy szóvá kéne tenni, mert az atomtemető az csak egy fenyegető jövő, ez meg egy létező probléma, aminek a megoldásában szintén a szavát kéne hallania.
Erre reagálhatok egy gondolatot? Hogy én nekem az a gondolatom, hogy én amikor ott jártam, és ott tényleg egy kicsit ott az ember úgy megkapirgálja a föld mélyét, akkor irtózatos erővel üti arcon ez a szag. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez a dolog ez van. És hogy pont, amit ön is említett, hogy azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy Pécset mennyire érinti, akár mondjuk a rossz híre miatt. De hogy ha végigmegyünk szerintem ezen a soron, akkor azt látjuk, hogy nem tudjuk, hogy a földben mennyire, nem tudjuk, hogy terjed a levegőbe, nem tudjuk, hogy villány, nem tudjuk, hogy harkány, nem tudjuk, hogy ezek a rákos megbetegedések ott az űrök között, ugye mindannyian azt mondják, hogy így haltak meg, hogy ez a 27 éves fiatal kisom, aki szintén ebben hunyt el. Tehát, hogy nagyon sok dolog van, amit nem tudunk, és én megint csak oda tudok visszakanyarodni, hogy, és amit ön is mondott például, és ugye fölmerült, hogy lehet egy jó alternatív megoldás, és nekem mikor megint az a gondolatom, hogy szerintem vannak olyan emberek, akik közpénzből azért kapják a fizetésüket, hogy ezekre a legjobb megoldásokat és a lehető legjobb technológiákat letegyék az asztalra, és oda tegyék a döntéshozók elé, akiknek el kell dönteni, hogy ezek közül melyiket csináljuk. Csak én azt láttam, hogy ezek közül semmit nem tudunk, és semmi nem történik. Egy kicsit ennek a Pécs kapcsán reagálnék, hogy nem véletlen a következő panel meghívottjai köz Pécs alpolgármestere is szerepel, mert abszolút, és az sem véletlen egyébként, hogy Csekatkával közösen karoltuk fel magát az ügyet is, hiszen látjuk, hogy mennyire lehet ellenzék által felkarolt ügyeket a jelenlegi helyzetben a kormányzatnál érvényesíteni, viszont itt kvázi alternatívaként bejön az, hogy vannak EP képviselőink, akiknek elég komoly befolyása van Európai Parlamentben, azért hát Katka ugye a Renew Europe-nak az alelnökeként, tehát nem véletlen, hogy megkerestük Katkát is ezzel az üggyel, és megkerestük az új pécsi városvezetést is az üggyel, tehát ez mindenképp célunk, hogy közösen csináljunk valamit, hiszen ez abszolút közös érdek, tehát szerintem ez az egész megyét, de ha más nem, akkor ami Pécs és attól tére van, az biztosan érinti mindenképp ez az ügy, akár folyamányaiként, akár önmagában a probléma. Én nagyon örülök ennek a kérdésnek, köszönöm szépen, tehát hogy a több megjegyzésnek, hogy úgy beszéltünk erről az ügyről, hogy akkor van valami környezeti vagy egészségügyi költsége vagy kár, és akkor de akkor hol lehet valahogy talán esetleg valami politikai haszonra szert tenni, hogy meg legyen oldva ez az ügy, és akkor, hogy akik érintettek, vagy hogyan lehet az érintettek körét is kibővíteni, ugye én is ebben az irányba vittem ezt a beszélgetést, de ez egy másik olvasatban egy ország, egy politikai közösség, az egy kockázat közösség is, tehát hogy nem csak azért érdemes foglalkozni egy környezeti ügyel, mert az én egészségemet veszélyezteti, hanem azért, mert és visszatérünk arra, hogy hogyan lehet segíteni azoknak, akiknek nincsenek meg az a tudásuk, vagy nincsenek meg azok a csatornáik, ahol tudják hallatni a hangjukat, mert ez valahogy egy, ha tetszik, akkor ez tulajdonképpen valamilyen szinten egy morális kötelezettség az, hogy kiálljak azokért, akik ebben a politikai ökológia olvasatban elszenvedik a környezeti károkat, mert nincsen a hozzáférésük akár a nyilvánossághoz, akár a döntéshozók felé. Tehát ilyen szempontból szerintem ez nagyon helyes megközelítés, hogy azoknak is, tehát jelenleg mondjuk pécsieknek is fontos ez az ügy, még hogyha közvetlenül nem is éri őket ezek a közvetlen egészségügyi kockázatok. Én szeretném hozzászólni. Akkor a hölgyet. Én környezetmérnök végzettségű vagyok, úgyhogy talán a szakmai részhez egy kicsit többet értek, mint itt átlagosan az emberek, és apukám ráadásul villányi borász is, úgyhogy sok szempontból vagyok érintett. Egy picit szeretnék fejbe rendbe rakni pár dolgot a klórbenzollal kapcsolatosan. A klórbenzol semmilyen fémvegyületet nem tartalmaz. Ez egy szénhidrogén, illetve egy halogén vegyület, és a vízben rendkívül rosszul oldódik szerencsénkre. Valószínű ezért nincs talajvízmérési eredmény, illetve nem tudom pontosan, hogy mi lehet ennek az oka. Nyilván ettől a szennyezés ott van, és nyilván ettől minden mérgező tulajdonsága megvan. De valószínűsíthető, hogyha más nem tartalmaztak ezek a hordok, akkor a klórbenzol a talajvízzel nagyon nem árad szét. Ez egy lokális szennyezés, ami egy lokális hatalmas probléma, de én szinte biztosan kijelentettem, hogy sem harkány, sem a villányi szőlőültetvényekhez ez nem ér el és nem érinti.
A másik pedig, ami mindunk Károly itt említett, az a környezeti felelősség kérdéskör, és az, hogy ezt a környezeti jog hogyan kezeli jelenleg az ágban. És jelenleg a jog azt mondja ki, hogy egy terület üzemeltetője elsősorban a környezeti kárért felelős, amennyiben ő nem, akkor a terület tulajdonosa. Ugye itt a terület tulajdonosa felszámolás alatt, tehát van egy kötelezvény, ugyanakkor pénzügyileg nem tudja teljesíteni. Tehát ez egy tipikusan egy ex lex állapot, ráadásul oly módon ex lex állapot, hogy a magyar jog azt is kimondja, hogy ha kármentesítés van egy területre, és ez 4 éven át zajlik, és nincs környezeti eredménye, akkor ezt újból el kell kezdeni. Tehát olyan módszert kell elméletileg kármentesítésre választani, ami 4 év alatt hatásos és hatékony, és le lehet zárni. És most egy csomó dolog ugye nem teljesül, hogy mi van akkor, hogyha így van, van még tulajdonosa a területnek, hisz még létezik jogilag, de felszámolás alatt áll, tehát mégsem létezik, van is pénz rá, meg nincs is rá, hisz az állam adott, valaki kötelezett lett a kármentesítés elvégzésére, ami mégsem fejeződött be. És igazán ez egy jogi kérdés, hisz régebben létezett a Nemzeti Kármentesítési Alap, ami állami pénzből például a régi MÁV épületeknek a kármentesítését finanszírozta. Nem tudom, hogy ez milyen formában létezik-e továbbra. Egyébként a kormányhivatalon, a kormányhivatal honlapján nagyon eldugott helyen az összes kiadott határozat felelhető. Nem tudom pontosan melyik évtől kezdődően, valószínűleg nem a 2010-es évektől kezdődően, amikor ez a határozat ki lett adva, illetve létezik egy országos környezeti információs rendszer, ami az összes környezetkárosított terület adatait tartalmazza. Tehát azért ehhez, ha nagyon eldugott módon is, de hozzá lehet férni. És tehát én azt gondolom, hogy itt a megoldás kulcsa az leginkább az, hogy ezt az ex-lex állapotot jogilag hogyan lehet megszüntetni, és milyen pénzügyi forrást és kötelezvényt lehet ilyenkor akár az államra kilóva mellé tenni, hogy egy ilyen probléma ténylegesen meg legyen szakmailag oldva. Én nekem csak az lenne a kérdés, hogy ki a terület üzemeltetője per pillanat, ki fizeti ennek a 24 órás őrzővédő szolgálatnak? Nincs. Akkor nem fizeti senki? Az a baj, nincs ott semmi más. A terület tulajdonosa volt kötelező arra, hogy ezt a monitoring rendszert működtesse, hogy a területet őrizze, és ez a cég becsülgült. A hatóság felszólította őket, hogy folytassák, ők nem folytatták, és nincs senki, aki helyzetben. És az a gond, hogy az éves során az egész burkolat, a fólia takarás minden szétszakadt, az épületet lebontották, a kerítés megszűnt, szabadon járnak ki be az emberek, és nincs senki, aki ezügyben... Akkor az őrzésvédés sincs már? Sincs, semmi nincs már, mert hát az épület sincs, mert semmi kerítésen semmi. 4-5 év alatt teljesen lepusztult a terület. És ez így jó a kormányhivatalnak is. Nem jó, csak ez a beszélünk, hogy ez egy ilyen jogilag nem kezelhető történet, és a hatóság a tulajdonos szólítja fel. A tulajdonos felszámolásra van, nem tesz semmit, és nincs aki a helyére lépő. Nincs egy olyan hivatal, aki azt mondaná, hogy a tulajdonos helyet én ezt a feladatot elvégzem, aztán majd a felszámolás során, hogyha a felszámolás során bevétel lesz, akkor abból kifizetem, hogyha nem, akkor az államnak kell helyezni. De valamit hivatkoztatok itt korábban, valami 4 évvel ezelőtti álláspontra, hogy ha nincs a tulajdonos, akkor az állam lép be. Igen, én ezt szerettem volna visszahozni egyébként a hölgy hozzászólására is reagálva, aki mondta, hogy az ex-lex állapotot meg kellene szüntetni, hogy én nem tudom, lehet, hogy ez egy jogi értelmezési kérdés, vagy egy döntés kérdése, hogy valaki ezt hogyan akarja értelmezni, mert még egyszer mondom, hogy a 4 évvel ezelőtti álláspontjában a kormánynak, vagy az agrártárcának akkor az volt a mondás, hogy ők azt elismerik, hogy amennyiben az, akinek ez a kötelessége lenne, ő valamiért rá nem hárítható át, mert pedig a budapesti vegyi művekre nyilván nem hárítható át, akkor az államnak be kell lépnie. Tehát azt mondom, hogy 4 éve ők még így értelmezték, most már úgy tűnik a most adott parlamenti válaszból következően, úgy tűnik, hogy most már máshogyan értelmezik. Az egy jó kérdés, hogy miért, és nyilván jobb lenne, hogyha ennél sokkal egyértelműbb lenne a jogszabály, de szerintem a mostani is adna arra lehetőséget, hogy úgy értelmezzék, hogy mert valószínűleg én gondolom, de ez majd itt szakavatottak jogászok vannak itt, de hogy én azt gondolom, hogy a jogalkotó szándéka azért inkább az volt, hogyha nincs senki, akkor legyen az állam, mint hogy az lett volna, hogyha nincs senki, akkor ne legyen senki.
Mátyás, én még hozzád fordulnék, mert az előbb, mintha említetted volna itt a hölgyre reagálva, hogy én úgy tudom, hogy voltak ezekben a hordokban olyan anyagok, dioxinok, meg hasonlók, amik viszont nem is lettek mérve, ez, mint hogyha te mondtad volna, hogy a... Igen, de én csak a Greenpeace vegyönnyel szakértője hivatkoztam. Tehát ő azt mondta, hogy a legnagyobb probléma, hogy olyan anyagokat, én nem értek ezt, tehát nem vagyok vegyész vagy szakember, de ugye azt mondta, hogy voltak olyan anyagok, vegyületek, amiket ki sem mutattak, ő a dioxinokat említett, hogy szerinte ez még sokkal nagyobb baj, vagy hogy nagyobb károsodást is tudnak okozni, mint azok, amiket kimutattak, hogy ezekre nem terjed ki a mérés, igen. Ez csak annyit, hogy beszéltünk róla, hogy lehet, hogy nem is a BBK szennyezése csak a probléma, hanem még a régi völgyjári hulladék, meg a bőr kezelő dolgok, azok viszont tényleg nehéz fémeket tartalmaztak. Hát azt még vittek utána oda. Ja, tehát azért mondom, hogy az még előbb került oda, de attól még ott van. Vagy nincs ott, nem tudom. Nagyon köszönöm a hozzászólásokat, kérdéseket. Ha jól tudom, akkor elvileg mostanság le kell zárnunk a panelt, hiszen idő van. Úgyhogy én röviden összefoglalnám most a gondolatomat ennek kapcsán. Azt szerintem mindannyian látjuk, hogy több kérdés merült föl menet közben, mint amennyivel talán ide is jöttünk. Bár valahol ez is volt a szándék, hiszen a kérdések mentén tudunk elindulni a megoldás felé. Én bízok benne, hogy én, mint megyei képviselő, de ugye általában a döntéshozók, mindazok, akik jelen vannak, mindazok, akikkel a későbbiekben vesszük fel a kapcsolatot, ezek mentén, a kérdések mentén és gondolatok mentén tudunk valamiféle megoldás irányába elmozdulni, hiszen az, hogy 40 éve gyakorlatilag egy vagy legalábbis a hordók elszállítását követően most már nagyjából 16-17-18 éve holdponton lévő ügy van, ez egész egyszerűen nem normális, és azt gondolom, hogy ennek a tovább gondolkodásnak egy jó lényegében következő lépcsőfoka lesz a következő panel, ahol politikai döntéshozók, illetve egykori döntéshozók fognak erről a témáról beszélgetni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm most a figyelmüket.